I've been looking for you for a long time. I've been waiting for you so far. I've seen the stars, how far from me. I've seen the distance between you and me. It's time to change, I won't be strange. I hope you know, if I won the fight, you wouldn't let me go. If only I could see, if only I could be, if only I could be the one. If only I could see, if only I could be, if only I could be the one. If I were the sun, I would shine on everyone. If I were the time, I would be forever young. If only, if only, if only. Say goodbye, I will always need your love. If only I could see, if only I could be, if only I could be the one. If only I could see, if only I could be, if only I could be the one. If I If only you were mine. If only, if only, if only I could. A 2011-es csillagszületik győztese László Attila ül itt mellettem. Szia! Szia, szia! Üdvözlöm a hallgatókat. Az előnézőket, bocsánat. A hallgatók és nézők egyszerre, semmi gond. Igen. Az If Only klipedet láthattuk az előbb. Mesélj egy kicsit nekünk erről. Hát az If Only klip az első klipem, és úgymond az első saját dalom is, ami viszont a második. Mármint második? Második hogy? Dal, igen. Ja, csak ilyen. Inkább... Ezt saját magad írtad? Ez a... Igen, mert azt mondom, van első dalom, aha. Csak... azt így nagyon nem úgymond hangoztattam. Aha. Inkább most erre gondoltam, hogy így ráállok, és akkor csinálunk egy klipet. Uh-huh. De miért nem hangoztattad az első dalodat? Hát nem úgy értem, hogy hangoztattam, csak ugyan nem vártam akkor a nagy dobra. Ja, ezt szokták mondani. Aha, igen, igen. Most igen. Klip is legyen, és akkor hát gondoltam, hogy ez tényleg egy mostani stílusú. Az előző viszont régebbi stílusú. Tehát mondhatni, hogy kicsit retro fajta. De semmi nem, baj azzal. Hát semmi baj, persze, csak hát úgymond nem ez kell, azt mondja. Aha. Na hát nem baj, jó az is, jó ez is, sőt, szerintem nagyon jó. De mesélj egy kicsit bővebben erről, hogy miről szól a dal. Hát a dalt azt még úgy régebben írtam, uh-huh. És a dal, hát If Only, bárcsak. Ami az érdekesség benne, hogy jó, most kicsi angol óra következik. Nyugodtan. Hogy, igen, hogy, a, hogy I wish, hogy én, hogy bárcsak. És egyébként ezt az If Only nevet az egyik osztálytársa mondta, uh-huh. Hogy Attila ír egy dalt, hogy If Only, hiszen valamikor akkor volt angolul, és akkor itt tanultuk, hogy If Only is neki megtetszett, és mondta, hogy If Only, most azt mondja, ez lesz a biznisz. Tehát mondja, ez lesz a biznisz, If Only, mondja. Milyen produktív, ez hihetetlen, milyen produktív osztálytársaid vannak. Igen, igen, ő mondta, és akkor engem úgy megikletett ez, aha. És akkor
így elkezdtem írni, mondjuk a szöveget én írtam, tehát az utalításra mondta If Only, a többit találjam ki. Aha. Meg adalt is persze. Nem lépett még fel, hogy egy kicsi jogdíjat kér, vagy valami ilyesmi? Ja, igen, aztán mondta az iskolába, hogy azért, na, kimondta, kimondta az alapot. Ja, igen, fellép a szerző jogaival, meg mindenféle ilyennel. De miért pont angolul énekelsz? Miért pont angolul? Azért, mert az első dal magyarul volt. Na jó, de oké, hiszen te ugye Kézdivásárhelyről származol, akár énekelhetél volna például románul is, nem? Énekeltem volna biztos, csak nem biztos hallgatták volna. Az meg a másik, igen, lehet. Ez a másik persze az ember, akármilyen nyelven énekelhetem. Hát az első az magyarul volt, és emlékszem, hogy a műsor alatt még nem is tudtam angolul, most hát én 2 évvel tanulok angolul, és úgy nagyjából elég jól megtanultam, köszönhetően nagyon jó tanáromnak, aki nagyon sokat segít nekem, szintén a tanítás mellett persze. Na és akkor így féltem az angol daloktól. Hát nem tudom, miről persze. Szól, tehát ez volt nekem fontos, hogyha nem tudom, hogy miről szól, akkor így nem olyan. Hát és nem akkor, lehet úgy átérezni azért. És egyébként azért is most ez angolul van, mert a szöveget, ahogy mondtam, én írtam is, hogy nem tudom, hogy szövegírók esetleg érthetik, hogy az angollal így könnyebb írni. Tehát, bármennyire meglepő, hogy tényleg a magyar az anyanyelv az embernek, csak mégis az angol úgy jobban kijön szövegírásba, tehát a magyar még nem megy, de egyszer az is fog majd remélem. És most itt láthatjuk mögöttünk, hogy így kezdted el írni a zenét? Vagy így kezdődött? Vagy ez csak egy ilyen jó kis klipes képfogás, vagy valami ilyesmi? Hát egyszer átettem a billentyűre a kezemet, az biztos, tehát az így kezdődött, minden így kezdődik persze. És hát persze így van közel, tehát egyik ezt, hogy elkezdődik is, tehát ez azt mutassa, hogy íródott a dal. Ja, értem. 2011 óta hát nem adtál ki új klippet, ha lehet ezt mondani, volt egy kicsi szüneted, úgymond. Ez minek köszönhető? Hát szünet úgymond nem volt, klipben volt szünet persze, hiszen nem is volt szünet, mert ez az első, tehát most kezdtem el. Pedig azóta is rengeteg dolog történt, hát rengeteg fellépés minden, tehát külföldön is voltam, 2 Amerikában, Kanadában voltam ilyen külföldi magyaroknak énekelni. Tehát úgymond nagyon rengeteg minden történt az idő alatt is. Csak hát persze akkor tanulásra kellett fordítsak nagyon sok időt. Szóval most vagyok a célegyenesből, úgymond, az érettségi következik. És igen, ez kellett, hogy... És most kezdtem úgy neki, már megy meglepő, mintha most indultam volna el, igen, hogy egy klippel, meg új dalokkal, és a következő klip is már a kilátásban van. Na, nagyon jó. Hát ugye az előbb említetted, hogy nem soká érettségi. Hogy állsz azért a tanulással? Hát úgymond, hát nem tudom, nem akarom semmit mondani. De... Még a gyengeségeid? Hát pont a matek, ami ilyen, hát az nehezen megy. A többi ez úgy rendben van. Azért próbálok tanulni is. Hova tovább? Már megvan, hogy hova megyek, hiszen felvettek a Kőbányai Zenei Stúdióba. Ahol felvétel is szerencsére felvettek. Nagyon örülök, hiszen az egy nagyon jó iskola, és nekem is nagyon sok lehetőséget ad. Még hát nagyon sok zenei tudást persze, mint profi zenészek tanítanak minket. Csak hát most fontos, hogy az érettségi a sikerül, mert hanem egyik nem, akkor vége. Persze, igen. Persze, összejátszik. 2015-ben még mit várhatunk tőled? 2015-ben hát kijön, remélem, a másik klip is, amiről itt beszéltem, ami egy kicsit másabb stílusban lesz. A klip is, meg a zene is, de arra most többet nem beszélek, az egy másabb stílusú lesz. Remélem, hogy az is be fog jönni, úgymond. Na meg hát koncertek lesznek, minden, na meg még sok minden szerintem. Tényleg egy kicsit vissza a sulira, azért sulira. Igen, magas, fresh, fiatal ember vagy. Nem mondhatni még, hogy jól is nézel ki. Hogy, azért hogy állnak veled a csajok? Elég jól. De az mit jelent? Hát elég jól állnak persze. Mondjuk barátnőm az van barátnőm. De a csajok eddig is néztek rá, mindig is néztek. Ja, de ez csak a csillagszületiknek köszönhető szerinted? Mondjuk részben látod, hogy mondani, már előtte is biztos, hogy jó volt. Ja. Most meg a hajam is, hát a klipbe persze. Ja, hát igen. Most már nagyon menő vagy, és nagyon jó, hogy azért tudsz vagánykodni már egy klippel is.
Igen, az itt az jó dolog. Ja, igen. Na hát én sok sikert kívánok neked az érettségihez, és az elkövetkezendő időkben a sok zenei szereplésedhez is. Köszönöm szépen.